Jó estét kívánok, a Barcsi Krónika friss műsorát látják. Továbbra is várjuk elérhetőségeinken észrevételeiket és javaslataikat, mondanék is egy telefonszámot, ahol akár szöveges üzenetben is írhatnak nekünk. Ez a 70-639-1027-es, bővebb elektronikus leveleiket, meghívásaikat pedig az info@barcsmedia.hu elektronikus levélcímre várjuk. Stúdiónkba várjuk ma este Karvalics Ottó polgármestert, akivel a migrációról beszélgetünk majd, illetve a várostért hatásokról. De hogy mivel is foglalkozunk még ma este, azt lássuk röviden. Újabb óvoda újult meg Barcson, hivatalosan is átadták a Szent István utcai intézményt. Nagyatádi győzelem a 25. határfutáson, idén 150-en neveztek a futóeseményre. Imával védenék a határokat a Jerikó zarándoklat résztvevői, Barcson is többen csatlakoztak a gyalogos menethez. Elkezdődött a szentélybontása a katolikus templomban, a faelemeket és a burkolatot is cserélik majd a felújítás során. Autómentesen telt a szombat több családban is, idén közel 200 önkormányzat csatlakozott az autómentes nap rendezvényeihez. Nyitott épületek várták az érdeklődőket a hétvégén, a Barcsi Malomba és a volt járásbíróság épületébe is betekinthettek a látogatók. Új tanévhez, új óvoda. Május végén kezdődtek még meg a felújítási munkálatok a Szent István utcai intézményben, az elmúlt héten pedig ünnepélyes keretek között át is adták a teljes körűen felújított óvodát. Lógnak a szőlőfürtök a bejárat felett, őszies hangulatba öltözött már a Szent István utcai óvoda. Szeptember 1-én nem csak az iskolások kezdték meg a nevelési évet, hanem a kisebbek is. Több mint 70 kisgyermek azonban nem csak az évszakot idéző dekorációkkal találkozhatott, hanem kívül is és belül is teljes körűen felújított épületet vehetett birtokba. Úgy gondolom, hogy mikor gyerekekről beszélünk, akkor azért volt szükség, hogy jobban érezzék magukat az itt dolgozók, mert kényelmesebben és jobb körülmények között végezzék a gyerekek érdekében a munkájukat. Igen, ez pályázati pénz volt, 10%-os önrészet, tehát 33 millió forint volt, ebből 3 millió forint volt az önrész, de ez kevés volt, mert hát a pályázathoz nem tartozott hozzá az udvarrendezése, az előző elvégzett munkák, amik már nem voltak olyan állapotban, tehát újra kellett csinálni. Én úgy gondolom, hogy 6 millió forintot hozzá, nem úgy gondolom, tudom biztosan, hogy 6 millió forintot hozzátettünk. Ebbe az a dicséretes, hogy ezt a testület ellenszavazat nélkül adta hozzá, mert ő nekik is ugyanolyan fontos a óvodáskorú gyerekek, mint bárki másnak Barcson. Bizony ráfért már az újítás a Szent István utcai óvodára, hiszen az épületet 1978-ban adták át, azóta csak kisebb munkálatok történtek itt, ezért már időszerűvé vált a felújítás. Voltak kisebb-nagyobb hibák a tetőn, illetve a teraszunk is befolyt, a víz, a falak állandóan vizesedtek, és ezeket kijavították. És azon kívül még sok egyéb dolgot javítottak az épületen. Körbejárva az épületet is látszik, hogy szinte nincs olyan pontja az óvodának, amin ne javítottak vagy korszerűsítettek volna. Már rögtön az előtérbe belépve szembetűnő a változás, hiszen a gyerekek nagy kedvence, bogyó és babóca köszön vissza a falakról. Ez az új folyosónk, itt új járólap van, illetve a lambériát is lecserélték, új, mindenhol felújították a belső burkolatot, illetve festettek, és a gyerekek kedvéért még a falra is festettünk az óvónénikkel. Ez sokáig tartott, a felrajzolása, hát az úgy körülbelül 2-3 óra, a festése ez elhúzódott, az volt egy 7-1/2 hét is. A folyosónak a másik végén is egy bogyó és babóca festmény van. Ez az ötlet ez úgy jött, hogy a gyerekek ezen az ajtón mennek ki az udvaron, és akkor olyan festményt próbáltunk ide fölfesteni, ahol szintén futnak arra felé a gyerekek az ajtó felé. A folyósó másik oldala azonban további meglepetéseket tartogat. Itt igény szerint naponta változó rajzok várják majd a kicsiket. Azért kerültek a folyosó falára, mert a 3 éves gyerekek még nem tudnak csuklóból, illetve az új mozgásuk nem olyan fejlett, hogy tudjanak rajzolni, hanem karból. És azért gondoltam, hogy jó lesz ez a tábla, vagy tábla festék ide a falra, hogy tudnak akkor karból rajzolni.
újdonság, hogy a Szent István utcai óvoda fejlesztő szobával is gazdagodott, így a Katica, a Méhecske és a Pilangó csoport kisóvodásai már ezt is birtokolhatják. Régebben nem volt fejlesztő szobánk. Ezt azért csináltuk, hogy a gyerekeket ne zavarjuk a fejlesztő foglalkozásokon. Ez a szoba, ez egy nevelői szoba volt, és itt öltöztek az óvónénik. És ebből csináltunk egy fejlesztő szobát, és az óvónénik átköltöztek a vezető óvónőnek az irodájába. Hány kisgyermek fér itt? Hát el szoktak férni úgy 10, de a fejlesztő foglalkozások kis csoportban történnek, úgyhogy 5-en, maximum 6-an vannak itt egyszerre. De itt tartjuk a zeneóvodát is, a hittant is itt tartjuk, és az egyéb ilyen foglalkozásokat itt tartják. Szinte minden csoportban teljes körűen felújították a mosdókat, mindezen kívül szeptember 1-én a kicsiket újra festett falak, az óvónénik által készített falfestmények és új kisasztalok is fogadták. De a kiszolgáló helységek is megújultak. A konyha nagyon régi és zsufolt is volt, itt kicserélték a járólapokat és nagyobb csempéket raktak fel, amitől így az egész tágasabbnak tűnik. Sőt, a néhány éve rosszul kivitelezett munkálatok miatt gondok jelentkeztek a terasznál, most arra azonban ezt is kijavították, és még napelemzőt is kapott a külső rész. Én úgy gondolom, hogy az óvodáink, bölcsődénk az lassan a végére érünk a felújításoknak. Mindig annyit válunk be, amennyi belefér a büdzsénkbe, nem szeretnénk ebből úszni, vagy hitelből finanszírozni ezeket, és folyamatosan, ahogy rákerül a sor, amelyikre a legnagyobb szükség volt, azt csináltuk meg. Most utoljára erre volt a legnagyobb szükség, mert egy kisebb javítás után olyan problémák merültek fel, melyik nem potyára mondtam, hogy már nem használjuk úszómedencének, ugye a külső terasz az több centivel magasabban volt, mint a belső, és befele folyt a víz, tehát ilyeneket nem lehet elnézni, ez alkalmatlaná teszi a működésre, ezeket kellett megszüntetni. Egy-egy felújításnál mennyire kiemelt szempont az, hogy helyi vállalkozó végezze a munkálatokat? Hát úgy gondolom, mióta vagyunk, és ez a képviselőtestület van, azóta ez nagyon fontos. Tehát ha egy mód van rá, és a jogszabályok nem megengedik, és nem kell törvénysértést elkövetni ahhoz, hogy helyi vállalkodót csinálja, akkor minden esetben helyi vállalkodót csinálja, mindahogy ezt is. Ugye ennek megvannak az előnyei, egy idegen, másik helyről idejövő vállalkozó közel se érez akkora felelősséget, mint az a vállalkozó, amely kimegy az utcára, most ennél az óvodánál összetalálkozik a szülővel, az óvónővel. Itt is, hogy mondjam, a felújítás végére egész baráti viszony alakult ki az igények meg a kielégítése között, úgy gondoltam, hogy az óvónők és a vállalkozó között, és minden, amit a szakma kért és belefért ebbe, vagy még hogyha nem is fért bele egészen, de hozzá kellett valamit tenni, vállalkozó megcsinálta, ez a helyi vállalkozó. A polgármester hozzátette, egy óvodánk van még, amire ráfér a felújítás. A Deák Ferenc utcai óvoda felújítására már benyújtotta a pályázatát a város, ennek elbírálása egyelőre még folyamatban van. De remélhetőleg nem sokára majd ott is ünnepélyes átadón vehetünk részt. Több száz érdeklődőt vonzott a hétvégén a Barcsi Malom és a Volt Járásbíróság épülete, hiszen Barcs is csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai nevű programsorozathoz. Ennek célja pedig az, hogy többnyire a kíváncsi szemek elől eltakart épületekbe is betekinthessenek a látogatók. Nem sokkal 10 óra után már meg is érkeztek az első látogatók a jelenleg Tűr István Képző és Kutatóintézet közösségi központjába, ami a barcsiak emlékezetében leginkább, mint a régi járásbíróság épülete él. De nem csak a Kremzír család által 1880-ban építetett és az 1982 óta műemlékvédelmi védelem alatt álló klasszicista épületet lehetett körbejárni a hétvégén, hiszen Sándor Máté vezetésével mini előadást is hallhattak az ide érkezők. Alapvetően itt a rendezvény keretein belül az épületet kellene bemutatnunk, de azt hiszem, hogy ez egy önmagában eléggé sovány kis mondandó lenne, úgyhogy inkább kiszélesítettük ezt az egész történetet. Alapvetően beszélek majd a barcsi zsidóságról, a Kremzi családról természetesen, és akkor végén nem utolsó sorban az épületről is egy kicsikét pár szóban. A 19. század közepétől folyamatosan nőtt a zsidó családok száma Balcson. Ennek egyik oka a rendszeres drávai hajóforgalom megindulásával együtt járó kereskedelmi fellendülés, illetve a tervezett Pécs-Balcs-Mura-Keresztúri vasútvonalról szóró hírekkel tette várakozások, illetve a vonal megnyitása lehetett.
Az adatok is azt igazolják, hogy az első zsidó betelepülők a Kremzir és a Frid család voltak. A Balcsi zsinagóga és az önálló hitközség létrejötte is elsősorban az ő nevükhöz köthető. Nyilván ugye az épületnek a neve és a programban is, ha jól tudom, úgy lett nevezve, hogy a Kremzir palota. Aztán persze a köztudatban úgy maradt meg, hogy a régi járásbíróság épülete, de ez az épület ez elsősorban ugye kezdetekkor ez Kremzir birtokban volt. Ugye ők is építették, majd ők lakták, aztán később került városi vagy állami tulajdonba az épület. A mini 20-30 perces előadás során részleteket tudhattunk meg, többek között a zsidó Kremzir család múltjáról, így például azt is, hogy a Kremzir Károly által építtetett, helyi léptékkel mérve hatalmas ház, a Dráva alig néhány évtizeddel azelőtt feltöltött árterületére épült, úgy mint Barstelep legtöbb épülete. A helyi hagyomány tudni véli, hogy az ingoványos talaj miatt facölöpökre alapozták. Az államosításokig a család örököse lakta, majd az állami tulajdonban vétel után a járásbíróság és a földhivatal költözött ide. A rendszerváltás után mindkét szerv kiköltözött az épületből. Fotókról és dokumentumokról köszönt vissza a múlt, hiába kerestünk azonban tárgyi emlékeket a kiállítás során, nem véletlenül nem találtunk. Ezt nem ez egyszerűséggel a történelem így hozta. Ugye lévén zsidó vonatkozású épületről beszélünk. Ugye egyrészt a német megszállás alatt a németek elvitték, amiről úgy gondolták, hogy érdemes arra. Aztán majd később a felszabadító szovjet hadsereg is folytatott egyfajta ilyen jellegű tevékenységet. Majd pedig utána a szerbek szintén elvitték magukkal azt, ami még mozdítható, és a legvégén, ami maradt, az pedig sok esetben az itt dolgozók, azok, akik még magukkal vitték, vagy esetleg menekítették. Persze hallottunk arról is, hogy miután visszatértek a túlélők, visszaszolgáltatták nekik a helyiek a magukkal vitt értékeket, de ezek már nagyon csekély. A látogatók számát tekintve bizony érdeklődőek és valóban kíváncsiak is voltak a balcsiak, hiszen a régi bíróság épületében a két nap alatt közel 110-en fordultak meg. De a felújított malom Kaposvárról, Pécsről és még a Vajdaságból is vonzott látogatókat. Az első nap közel 150-en voltak kíváncsiak az épületre, de a második nap is hasonló látogatói számot tartogatott. Migráció, ugye másodikán, október másodikán népszavazás lesz, és Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke fordult kéréssel a polgármesterekhez kampányoljanak, hogyha a nem szavazatok győzelmét szeretnék elérni. Vendégünket téma kapcsán Karvalics Otto barcsváros polgármestere, jó estét kívánok! Egyetért Szita Károllyal? Hát azt hiszem, kevés ember van ebben az országban, aki nem ért egyet azzal, hogy kampányoljunk, azzal, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy elmenjenek az emberek szavazni, és hát meggyőződésem, hogy aki elmegy szavazni, az tudja, hogy mi az érdeke, mi az egyén, a kis csoport, a család vagy a közösség érdeke. Gondolom ezért mondta Szita Károly, hogy mi is tegyünk valamit, próbáljuk a közösséggel elhitetni azt, hogy az, ami most készül, az, amit ránk akarnak erőtetni, az nekünk nem jó. Barcs ugye egy érintett település volt, bár ez csak egy határvonal mentén lehet kijelenteni, hiszen a barcsiak közül, akik nem akartak, nem találkoztak ezzel a jelenséggel. Így több hónap távlatából miként éli ezt meg? Úgy gondolom, Barcs jól kezelte a migrációs kérdést a lakosság szemszögéből, ami most lehet, hogy jobb lenne, hogyha látták volna többen a migránsokat, és nem csak a katasztrófa turisták, akik lejöttek a Rinyahídra, és onnan nézték ezeket az embereket. Én úgy gondolom, hogy ezután is jól fogja az ország kezelni. Nekünk az elsőt is jól sikerült kezelni. Azt a barcsi lakóságnak durván a dupláját, amely itt átvonult, ebből a város nem érzett semmit, de ez nem baj, úgy gondolom. Sokan vitatkoznak egyébként az állásponttal, mely szerint népszavazást kellett tartani. Van olyan politikai párt, aki azt mondja, hogy fölösleges maga a népszavazás, egyszerűen nemet kell mondani és kész. Megint van olyan politikai erő, ugye ez a demokratikus koalíció, amely az otthonmaradásra buzdít. Hova tovább, most a hétvégén megjelentek olyan nyilatkozatok a liberálisok részéről, amikor Európai Uniós tisztségviselők azt mondják, hogy Európáról szavaznak a magyarok. Október másodikán. Tehát azt hiszem, itt sok minden nem lehet egyetérteni. Először is az otthonmaradásról volna azért
egy-két szavam hozzá. Az, aki nem dönt valamibe, az utána ne akarjon beleszólni. Ez pedig sorskérdés, úgy gondolom Magyarország, de így a barcsi emberek, a barcsi családok sorsáról is szól. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kevesen tehetnék azt meg, hogy valamilyen elvek mellett, valami mellett letéve a voksot nem mennek el szavazni. Mindegy, hogy mire szavaznak, de valamit le kellene tenni. A nem szavazás a lehető legrosszabb, mert majd akkor ezek az emberek a választások után odaállnak, ahol nekik tetszik, vagy nem értem. Tehát a véleménynyilvánítás nagyon fontos, a részvétel nagyon fontos. Úgy gondolom a többiről meg nem érdemes vitatkozni azért, mert olyan emberek próbálják ránk kényszeríteni a véleményüket, vagy az akaratukat inkább az Unióba, akiket senki soha nem választott meg. Úgy gondolom minden országban vannak választott politikus, amelyiknek van véleménye erről, és van egyfajta olyan álláspont, amit képviselnek. Remélem, hogy október 2-án a többség azt, hogy nem. Mert nem szeretném, hogyha olyan helyzetbe kerülnénk, amikor az egyén, a család, a város, sőt az egész ország bajba kerülhetne. Szavazott egyébként ebben a képviselőtestület is itt Barcson, de nem ez volt az egyetlen képviselőtestület az országban, amely kiállt a kormány migrációval kapcsolatos politikája mellett, és egy állásfoglalást is kiadtak. Számomra nem is az volt feltétlenül a furcsa, és most a saját véleményemet mondom, hogy a képviselőtestület emellett kiáll vagy nem egy olyan városban, amely tényleg érintett, hanem az, hogy gyakorlatilag pártpolitikát felülírva szavaztak a képviselők. Tehát így gondolom a legfontosabb kérdés az, hogy ez nem pártpolitikai kérdés. Ez az ország megmaradása, nem megmaradása, a kultúránk föntartása, a hagyományaink megőrzéséről van szó, amelyikről szavazni kell. Ez, hogyha pártpolitika vagy valaki úgy próbálja eladni, az nagyon nagy hibát követel. Úgy gondolom, becsapja az embereket. Ez a minimum, de ennél csúnyábbat is lehetne mondani. Én úgy gondolom, hogy a testület helyesen pártpolitikát fölülírva döntött abba, hogy ez a kérdés, és akkor is jól látta, hogy ez a kérdés sorskérdés, és erről a kérdésről ő akkor állást foglalt, hogy ez a városnak nem tesz jót. Ez az itt élő embereknek, az itt élő családoknak nem tesz jót, az itt kultúránknak nem tesz jót. Ezért azt mondtuk, hogy ebbe el kell menni a végsőkig, és ezt nem szabad megcsinálni. Mi lett volna, ha? Ez mindig egy olyan kérdés, amit nagyon sokan mondják, hogy felesleges feltenni. De például tegyük fel azt, hogy Barcsnál nem sikerül ezt az úgynevezett surranópályát, én így fogalmazok most, illetve a lakosságtól a város lakott területeiről szeparáltan lévő vonuló útvonalat kialakítani. Gondolkodtak-e már ezen? Mi volt? Volt-e B-verzió? Volt-e olyan panasz, lakossági panasz, hogy mert sokan most azzal érvelnek, ezt főként ezért kérdezem, hogy hát nem is érzett semmit az ország a migrációban? Én úgy gondolom, a népszavazás is arról szól, hogy ne is érezzünk semmit. Tehát a határ mellett, a kerítés mellett éreznek valamit, ugye, hogy itt erősített járőr van, a határon nem lehet átjönni, ugye, de mi nem éreztünk semmit. Nem volt B-verzió, azért nem volt, mert egyáltalán nem volt cél az, hogy az emberek ezekkel a bevándorlók, a migránsokkal túl sokat érintkezzenek. Fölborították volna a várost. Ha arrébb megyünk egy pár métert, ugye akár Zákány, akár Gyékényes nézzük, azért ott rendesen voltak problémák, és hogyha nézzük az azóta már bejötteket, ott is problémákkal küzdünk folyamatosan. A nők zaklatásától kezdve a kisebb-nagyobb bűncselekményekig, az ellenőrizhetetlen bevándorlás következményéből kialakult terrorcselekmények, amelyiknek a halálos áldozata most már ilyen 1000 fő fölött van. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben nem szabad semmiféle engedményt tenni. De egyetlen egy dolgot kell tenni, azt, hogy a határokat meg kell védeni. És lehetőleg az uniós határokat, tudniuk, az unióról van szó, nem csak Magyarországról. Magyarország úgy gondolom ezt teljesítette. Magyarország jól lát hozzá, az elejétől kezdve jól látta. Köszönjük ezt a miniszterelnök úrnak, aki legjobban hajtja ezt Brüsszelben is. Mindenféle ráhatás ellenére, tehát azért nem kis nyomás van rajta. Ennek ellenére most kezd rájönni az Unió, hogy Bulgáriát is kellene védeni. Egyedül a török és a görög ország az, aki úgy gondolom, hogy valamilyen előnyöket remélve nem hajlandó ebbe a dologba belépni, mert most már Olaszország is azt mondta, hogy ő is önállóan fog cselekedni, hogyha az Unió tovább maszhatol. Ugye korábban is
feltettem ugyanezt a kérdést, nem tudom, hogy válaszol, vagy változott-e a helyzet azóta. Pontosan akkor beszéltünk erről, amikor elfogadta a képviselőtestület ezt a bizonyos határozatot, amellyel kiáll a migrációs politika mellett, és azt mondja, hogy Magyarországra külső behatásra ne lehessen bevándorlókat telepíteni. Akkor is feltettem a kérdést, hogy de ez egy tízezres város, több mint tízezres város, milyen ráhatása van a nagy politikára? Tehát miért szükséges az, hogy emellett Barcs kiálljon? Magyarul most lefordíthatnám azt is, hogy ön szerint miért fontos, hogy az emberek elmenjenek szavazni? Hát én úgy gondolom, Magyarország az a saját maga lakosság létszámában ezekből a pici személyekből, perfőből áll, és a tízezres város már nagyon nagy súlyú. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ennek a városnak a lakosság ebből nem kér. Nem kér a terület, nem kérnek a települések. Tehát ez egy olyan fajta üzenet és ráadásul talán nem is üzenet, de üzenet a kormány fele, és egyfajta felhatalmazás is, hogy itt nem a Brüsszelbe pénzért kinevezett köztisztviselőnek a véleménye a fontos, hanem egy demokratikus alapon kinyilvánított vélemény, amelyik felhatalmazza a kormányt, hogy nyugodtan szálljon szembe azzal a tisztviselővel, aki nem tudom milyen okból, milyen érdekből, gazdasági, egyéb nyomásra képviseli ezt a dolgot. Sokan azt mondják, illetve többen azt mondják, és a népszavazás ellenzői közül mondják egyébként többen azt, hogy ennek a vitának semmi értelme nincsen, Európából fogjuk kiírni magunkat. Egyetért ezzel? Erről szól a kérdés? Én úgy gondolom, hogy nem lehet ebben egyetérteni, aki ezt mondja, az vagy nem nézi a tényeket, vagy nem érzékeli, vagy félre magyarázza. Ugye Európából akkor írjuk ki magunkat, akkor fogjuk kiírni magunkat, sőt egész Európát akkor írjuk ki Európából, hogy finoman fogalmazzak, ugye, hogy ha betelepítjük, vagy beengedjük azokat a regisztráció nélkül ellenőrizetlen tömegeket, amelyik bármit csinálhat ebbe az unióba, ebbe az egységbe, bárhova elmehet, bármit megcsinál, nem lehet megtalálni, hiszen látjuk, hogyha valakit kitoloncolnak, egy hét múlva megjelenik, különböző háttér segítséggel, mert eddig is senki ne higgye azt, hogy ők egy önállóan találtak ide. Azok a brossúrák, azok a füzetek, amelyeket eleve a kezükbe kaptak, az, amikor még finanszíroznák is az útjukat, hogy idáig elérjenek aránylag könnyen. Tehát én úgy gondolom, hogy egy szervezett idézőjelvet éve rossz értelembe véve turista út, amely arról szól, hogyha nem lehet másképp az uniót megregulázni idézőjelbet éve, ha ez nem ment ugye az IMF hitellel, akkor most megy a bevándorlókkal, akik ellenőrizetlenül jönnek be. Látjuk azokat a terrorcselekményeket, amelyeket tulajdonképpen földerítették azt az egy-két embert, aki megcsinálta, és nem tudják, csak Franciaországban is az elnök azt mondta, hogy 15 ezer alvó sejt lehet, vagy alvó olyan ember, amelyik bármikor fölélethet és terrorcselekményt követhet el. Úgy gondolom, hogy ez nekünk nem hiányzik Magyarországon, de úgy gondolom a többi országnak is, és egyre jobban térnek észhez az országok, hogy nem ezt a politikát kéne csinálni, ennél sokkal keményebbet. És nem a migránsokat mondjuk, hogy haragszunk rájuk. Bárki bejött ebbe az országba, hogyha legálisan jön, hogyha ellenőrizettel a kapukon megadja azokat az adatokat, kivárja azt, ameddig elmegy egy másik országba, hogyha azt fogadja. Ugye én nagyon föl voltam háborodva, amikor az 56-os migrációt keverték össze, bocsánat, határ ország elhagyást keverték össze a migránsokkal. Én tudom, mert volt benne részem, családostul ugye nem az, hogy kimentünk, itt maradtunk, de ismerősök kint voltak, hogy évekig voltak táborba, lágerbe, akkor így hívták, ugye, ameddig egy befogadó országot találtak. Nem ugráltak, nem hőbörögtek, és közben még eljártak dolgozni. És én úgy gondolom, ezt is így lehetne csinálni. Ezeknek az embereknek a nagy része az valamilyen indítatásnál, valamilyen biztatásra jött ide. Nem akarom mondani, hogy a nyugat-német kancellár azt, hogy ugye fogadjuk őket. Most már kicsit baj van, ugye most is megmutatta a berlini választás, hogy ez nem ennyire jó az embereknek, de megmutatnák azok az események, amelyek azóta történtek. Én úgy gondolom, hogy ezt ne kellene zárni, és végre mindenkinek észhez kéne térni, és ezt a helyén kezelni. Nem más kérdést csinálni belőle. Ön hogy értékeli egyébként ezt a barcsi, kifejezetten barcsi migrációs helyzetet? Mondjuk akkor menekült helyzetnek, mert tehát nyilvánvalóan a fogalom között értelmezésbeli különbségek is vannak, de miként értékeli, cserben hagyta Barcs ezeket az embereket annak idején, amikor itt tömegesen vonultak?
Én úgy gondolom... Mert hogy szót ejtettünk arról, hogy itt a városlakók nem szembesültek ezzel a problémával. Ez nem is a városlakók dolga volt, mert ők úgyse tudtak volna más csinálni. A városlakók mindent megtettek a segélyszervezeten keresztül, hogy mindent odaadjanak ennek az embereknek, biztosítsanak eső esetén beállót, stb. Tehát, hogy ellássák őket arra az átmeneti időre, ameddig ők Németországba akartak menni. Ebbe segítettünk. Aztán ebben nem tudjuk elfogadni, hogy mindenféle papír nélkül a hídon átjöve. Sőt, volt egy csoport, amelyik rohanva a sátrakat, tehát a segélysátrakat majdnem fölborítva rontott le, de úgy látszik, ezt a lakosság nem tudja, de nem is baj, mert nem kell félelmet kelteni a lakosságba. Úgy gondolom, jó kezeltük, Barcs nem hagyta ezeket az embereket cserbe, mindent megadott, ami tőle tellett, és ellátta őket azzal, amivel el kell látni, ellenben nagyon nem értek egyet azzal, hogy még egyszer a hídon úgy jönnek át, hogy nincs útlevelük, nincs papírjuk, nem tudjuk kicsoda, kigyúrt emberek, fiatal emberek, és volt, amelyik csoportban gyerekek is voltak. Nagyon sajnáltuk őket, de ugye ezt ott kellene megoldani helybe, ahol vannak ők, és nem idehozni a hídon keresztül mondjuk Barcsra. Elképzelhető, hogy ez a folyamat most visszirányú lesz, hiszen megindult már egyfajta nemzetközi egyeztetés, perrel fenyegetőzés, esetleges visszatelepítésekről és így tovább. De hogy fogja ez érinteni az embereket? Tehát most... Ugye vannak külföldi példák persze, meg nagyon sokan közösségi oldalakon írnak, hogy ő Svédországban él, és semmi baja nincsen, és ott is rengeteg a migráns. Van, aki az ellenkezőjét írja, és beszámol arról, hogy a szomszéd utca sarkon éppen Németországban mi történt. Bennünket, magyarokat jelen pillanatban ez a kérdés nem igazán érint. Tehát itt a szomszédban, jelen pillanatban, az üres lakásban, az üres házban nincsen betelepítés. Ha ez a népszavazás esetleg nem lesz érvényes lesz, de nem lesz eredményes, fogalmazunk így, mert ugye az 50% plusz egy főnek el kéne mennie, és egyöntetű állásfoglalást kellene kiadnia, akkor abban az esetben mi lehet a legrosszabb forgatókönyv? Hát ugye a legrosszabb forgatókönyv az, hogy nem lesz elég erős felhatalmazása a kormányfőnek, illetve a Brüsszelben lévő képviselőinknek, hogy nyugodtan tudják mondani, hogy Magyarország kiállt ez mögött. Hogyha ez nincs, bevezetik azt a rendszert, amelyikben az Unió egy uniós polgára 1 millió forintot költ, ugye egy bevándorlóra, mondjuk akkor, hogy nem migráns, ugye, 270 milliót. Na most a kettő között akkora különbség van, hogy ekkorát nem lehet elfogadni. Ráadásul olyan előnyben részesíti azokat az embereket, akik közül mondjuk pár száz dolgozik most is a bejött 1,5 millióból, és kialakulnak azok a pontok, amelyiket ma is Európában tanácsos nem megközelíteni, tanácsos este nem bemenni azokba a nagyvárosok, azoknak a részeibe, ahol ezek tömören egy csoportban élnek, ugye, tehát magyarul elveszük az önállóságunkat, a kultúránkat, mert ez tulajdonképpen a keresztény kultúrát fenyegeti. Azt is tudomásul kell vennünk, hogy ugye az iszlám vallás az nem egy békés vallás, ezt látjuk a közel-keleten lévő háborúkból, még egymással se tudnak kibékülni, nem egy másik kultúrát elfogadni, beépülni. Ezzel biztosan sokan vitatkoznának, de erre most nincsen időnk. De igen? Ugye én úgy gondolom, hogy nem vitatkozok ezen, mert azok a pontok, amelyek kialakultak egy-két európai nagyvárosban, Svédországtól mondjuk Franciaország vagy Németországban, ugye azok azt mutatják, hogy egy nagyobb csoportban élők a saját kultúrájukat meg akarják tartani, és nem hajlandók elfogadni azt a kultúrát, azt az értékrendet, ami nálunk van Európában. Végső kérdés, de nyilvánvalóan itt majd a népszavazást követően is fogunk beszélgetni, és még azt megelőzően is erről a kérdésről, de mit vár a barcsiaktól? Mivel lennének elégedettek, vagy nem is tudom, tehát hogy a város szempontjából mi lenne a legkedvezőbb? Nyilván akkor a nemeknek a jelentős túlsúlya. Én úgy gondolom, sőt meg vagyok róla győződve, hogy minden embernek az érdekét kell figyelembe venni, nem azt mérlegelni, hogy most el tudok menni kirándulni, vagy el akarok menni. A lényeg az, hogy menjen el szavazni. Akkor ott ő eldöntheti, hogy mi a jó neki. Ha idejön egy idegen csoport, amelyik az ő lehetőséget olyan mértékben csökkenti, hogy akár a fizetése, megélhetése, a szomszéddal való kapcsolata, a szomszéd utcába, lakásba való problémák begyűrűznek az ő lakásába, amikor majd a gyerekeinket, ne adj Isten, nem tudjuk elengedni
reggel mondjuk az iskolában, hanem kísérletet kell adni, mindahogy ezt nagyon sok másik városban van, de ilyen vészjósú nem akarok lenni. Tehát a nagy balcsi embernek az az érdeke, és azt vártam el, és azt várom el, hogy mindenki menjen el szavazni, szavazzon a saját értékrendje szerint, mérlegelje azt, hogy mi a következménye egy ekkora emberáradat beérkezésének. Karvalics Attól köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait, és hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Az elmúlt héten érkezett Barcsra a Jerikó zarándoklat, amely évek óta érinti már a települést. A határmenti városokat, falvakat járják végig ilyenkor a zarándokok, hogy imával körülrajzolják az ország határait. Barcson a nemzetért és a városért imádkoztak a katolikus templomban az indulás előtt. A Jerikó zarándoklat nyugati szárnya Esztergomtól Szegedig gyalogol, hogy a hitért, a nemzetért és a kereszténységért imádkozzanak a határon mentén élőkkel közösen. A gyalogos zarándoklathoz az országhatárok mentén bárki csatlakozhat még, hiszen szeptember végén érkeznek meg a zarándokok a záróállomáshoz. Ez egy imahadjárat. Úgy gondoljuk, hogy nekünk keresztényeknek nem a homokba kell dugni a fejünket, ha látjuk a problémákat, és nem is a fegyverek használatában kell gondolkodnunk, hanem a mi hatalmas Istenünkhöz kell vinni a problémáinkat, mindazokat, amikkel mi nem tudunk mit kezdeni, meg hát amikkel tudunk mit kezdeni, azt is, hogy jól oldjuk meg, mert csak ő a tökéletes. És ezért is indult el a zarándoklat. Nem is, még biblia ismerete kell ahhoz, hogy tudjuk, hogy amikor egy nép elpuhult, és az erkölcsi értékek itt elhagyta, akkor annak mindig megvoltak a súlyos következményei. És ugye ez már elég régóta látható, hogy hát Európa ránk is hatással van, és mi sem az igazi értékek mentén éljük az életünket most már. Ugye a családok széthullása, a rengeteg magzatgyilkosság és az ítélkezés, vádlás, ahelyett, hogy igazi módon tennénk rendbe a dolgainkat. Tehát ezek mind következményekkel járnak, és ha ezt most így nem fogjuk rendbe tenni, akkor ennek a gyerekeink fogják viselni a következményeit, amit nem szeretnék. Nekem sok gyerekem van, én nem szeretném ezt a környezetet rájuk hagyni, és azért indultunk el, hogy mi egyrészt védjük a határainkat, és érdekes módon, amikor elindultunk, még nem látszott ez a fenyegetettség, csak úgy felettünk lebegett valami, ami ugye az elkövetett dolgainknak a következménye lehet, sajnos most már úgy tűnik utolért minket, de mi hiszünk Isten hatalmában, erejében, és nem a politikusainkban bízunk, hanem Istenben, keresztény módon. A zarándoklat teljes útvonala több mint 2400 kilométer. Ezt osztották szét nyugati és keleti szárnyra a szervezők. A menethez bárki csatlakozhat, ám sokan a napot indító szentmiséken vesznek részt azok közül, akik nem tudnak hosszabb távon gyalogolni a zarándokokkal. Esztergomból indult a menet, és Szegeden szeptember 30-án találkoznak majd a zarándokok a kelet felé induló társakkal. Azt szeretnénk, hogy védő határokat húzzunk imával. Tehát gyakorlatilag végig imádkozzuk ezt az utat. Nem azt mondom, hogy nincs közte valamennyi ismerkedés a társakkal, de nagy részt imádkozunk. Ezzel töltjük a pihenőnket és az utunkat is, és minden településen megállunk egy imára a templomnál, a helyekért, az adott területért külön imádkozunk, hogy és buzdítunk is, hogy csatlakozzanak be, és ne, az egy dolog, hogy mi megyünk, és imádkozunk, és hintjük a magot, de hogy ott helyben alakuljanak ki olyan imacsoportok, és olyan őrálló imacsoportok, akik védik a maguk területét, akik imádkoznak a gyerekeik jövőért, a nemzetünkért, és hát őket próbáljuk
buzdítani és hívni, hogy minél többen legyünk. Hát ez a célunk. A zarándoklat módja sem éppen lényegtelen, hiszen nem véletlenül gyalogosan teszik meg ezt a távot a szervezők. Józsué könyvében az van megírva, hogy az úr azt ígérte, hogy az a terület, amit ők a lábukkal bejárnak, azt Isten nekik adja. Mi azért megyünk gyalog, hogy ez a mi területünk maradjon, és hogy ez a nép megtérjen, és ez az ország Isten országa legyen, mert akkor biztosak lehetünk abba, hogy boldog jövőt hagytunk hátra a gyerekeinkre. A zarándokok a barcsi hívők kíséretében Darány felé indultak tovább Barcsról. Szombat reggel még úgy tűnt, hogy megismétlődik a tavalyi időjárás, és a futóknak szeles és esős időben kell majd teljesíteniük a félmaratoni vagy éppen valamelyik rövidebb távot. Délutánra azonban ragyogó napsütésben rajtoltak el a versenyzők a 25. jubileumi Verőce-Barcs határfutáson. Az ország több pontjáról érkezve közel 150-en vágtak neki a távnak. Borongósan indult a szombati nap, de délutánra már nyoma sem volt a felhőknek, így minden adott volt egy jó versenyhez. Közel 150-en álltak rajthoz a jubileumi 25. Verőce-Barcs határfutás alkalmával. A legfiatalabb versenyzők 9 évesek voltak, míg a legidősebb az egykoron Barcson élő, 1939-es születésű Kővári István volt. Annak is örültem, hogy itt a határfutáson 160 fölé ment a létszámunk, és Pécsről, Nagybajomból, Kaposvárról, Sopronból, Nagykanizsáról érkeztek hozzánk, Kaposvárról, tehát a lényeg az, hogy sok helyről elvitték a jó hírünket, és úgy gondolom, hogy maga az egész verseny jó hangulatba telt. Vannak olyan dolgok, amit meg kell, illetve át kell gondolnunk, hogy mit, hogyan csináljunk, de összességében maga a verseny, én azt mondom, hogy jó volt. Az elmúlt több mint 2 évtizedet elevenítik fel a színpad felett lógó pólók is, révén, hogy jubileum, a szervezők ezúttal is emléktárgyakkal próbáltak kedveskedni a résztvevőknek. Az első határfutók egyébként még 1989-ben rajtoltak el, akkor szintén Horvátországból indultak és Barcsra futottak, akkoriban még a szabadidőközpontban, a sportpályán volt a cél. Mindezek után volt egy kis törés, hiszen 91-ben, 92-ben és 93-ban a délszláv háború miatt a szervezők úgy gondolták, hogy a résztvevők biztonsága fontosabb, mint a határfutás lebonyolítása. Arra gondoltunk, hogy ha a 25. futás, akkor tegyük emlékezetessé, ezért egyrészt a korcsoportot megváltoztattuk, tehát több korcsoportot alakítottunk ki, a csoport győzteseknek pedig külön díjat adtunk mindenkinek. Tehát sportos jellegű, tehát olyat, amit tud használni. Hát ez a főleg a főszponzor és az önkormányzat támogatásának köszönhető. Tehát a lényeg az, hogy én úgy gondolom, hogy mindenki elégedetten mehetett el. Gyönyörű érmeket adtunk. Még 20 perc sem telt el az 5,8 kilométeres szakasz indulása óta, és már meg is érkezett az első versenyző, a verőcei Marino Bludek a célba. De az abszolút győztes, így a félmaraton győztese, az egyébként egyes sorszámmal elrajtoló és elsőként is célba érő nagyatádi Bíró Erik lett. Elmondása szerint nehezítette a dolgát a nagy meleg is, és sokkal jobbat várt volna magától, hiszen egyéni csúcsától jócskán csak nem 10 perccel elmaradt. Most már 4 éve futok, de még csak 2 éve versenyszinten körülbelül. Igazából triatlonozok. És nem ez a távunk, hanem inkább ugye a rövidebb, ilyen 5 kilométeres, meg ilyesmi. Tavaly első helyezettet kérdeztük, hogy volt-e valamilyen nehézség útközben. Ő azt mondta, hogy nagyon zavarta az, hogy nagyon elszakadt a mezőnytől, és egyedül kellett futnia. Na most ez nálad is így volt. Igen. Igen, ez nálam is így volt, és nehezített az a dolgot, hogy szinte, hát nem új, már van vagy 8, hát nem, 500 kilométer a cipőmben, és még nem nagyon igazán tört be. Nem tört be annyira, és most is vérholyagosra tört a lábamat igazából. Tehát 3-4 biztos van rajta, és igazából nekem ez volt a gondom. Fiatalokat és idősebbeket egyaránt vonzott a félmaraton. Többen voltak olyanok, akik először vállalkoztak mindenre, köztük Zalán is, aki egyébként az egyik legfiatalabb induló volt ezen a távon. Nem egyedül futott azonban a családból. 2:01.20-as eredményével, pontosan 20 másodperccel édesapja után futott be. Kicsit mesélj nekem, hogy érzed most magad? Fáradtam nagyon, nehéz volt az egész. Túlestem a holdpont után, már könnyebb volt, de halálos, nagyon rossz.
élveztem. Volt esetleg valamilyen taktikád ezen a távon? Túlélni, igen. Hát 6-szor volt frissítő, az nagyon jól esett. Először fél liter, utána meg pohár, meg kaptunk ilyen cukrot. Úgy bírjam, beállok egy tempóra, és az jól menjen. Először futottad le ezt a hosszú távot. Miért döntöttél emellett, hogy lefutod? Hát igen, először azért döntöttem így, mert ugye már kétszer sikerült a Barcs Babócsa. Megpróbáltam ezt is, hát a sikerül, és jól ment végül is. Csak úgy, mint eddig, mindig a támogatók segítségével, a sportvezetők szakmai munkájával és a sportolók felkészültségével jövőre már bízhatunk abban, hogy sorban a 26. pólót is a szérlengeti majd. Idén rekordszámú, összesen 200 önkormányzat csatlakozott az Európai Autómentes Naphoz. Ezek közt ott szerepelt a Barcsi rendezvénysorozat is, immáron 8. éve. A résztvevők futhattak, kerékpározhattak, hogy hozzájárulhassanak a város élhetőbb tételéhez. Az Európai Sporthéthez és Autómentes Naphoz idén az ország minden területén, Ajkától Békés Csabáig, Pincehelytől Sajókeresztúrig számos település csatlakozott. Magyarország 15 éve rendezi meg a kampány szeptember 16-a és 22-e között, melynek sikerét támasztja alá, hogy a bekapcsolódók száma évről évre folyamatosan nő. Idén újra rekordot döntve 200 önkormányzat vállalta a fenntartható mobilitáshoz kapcsolódó rendezvények megszervezését, köztük Barcs is immár 8. éve. Egyre bővül ez a program. Az utóbbi időkben már ráálltunk arra, hogy a határfutás előtt egy kicsit megmozgatjuk azokat, akik szeretnének sportolni. Hát a város valamennyi lakosságát várjuk összességében. Tehát egy kis kerékpártúra a városon belül, főleg azon a részen, tehát az északi részen, ahol ritkábban járunk és felfedezzük, és akkor egy kilométeres rekreációs futást tervezünk a Futabarcs címén, az autómentes nap keretébe. Tehát szeretnénk felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, illetve az egészséges környezetre. Az autómentes napon fiatalok és idősek, családok gyermekükkel, nagyszülők, unokákkal együtt mozogtak, de voltak olyan résztvevők, akik amúgy is sportolnak, és voltak, akik csak ezen a napon ültek nyerekbe, vagy húztak futócipőt, hogy így járuljanak hozzá a környezetbarát közlekedéshez és a város élhetőbbé tételéhez. Bár ehhez egy nap nem elég, de ha a városban helyet kapó sportnapokat összerakjuk, már rendszerben gondolkodhatunk. Ezt a rendszert fönn tudjuk tartani, tehát programokkal meg tudjuk tölteni, és a fiatalokat minden korosztályba mozgósítani tudunk. Kocogásra, úszásra, futásra, tehát a lényeg az, hogy akkor már megérte azt a tevékenységet, illetve az energiát, amit belefektetünk, és erre különösen odafigyel az önkormányzat is, és támogatja ezeket a programokat. A programok évek óta futásból és kerékpározásból állnak, hisz fontos, hogy olyan mozgásformát biztosítsanak a szervezők, mely mindenki számára elérhetők. Azért került a választás a kocogásra, mert a láb mindig kéznél van, és azért rendszeresítették a kerékpározást, mert a tapasztalat szerint a városban sokan kerekeznek. Utóbbit ma is többen választották, köztük Nóri is. Kivel érkeztél a mai autómentes napra? Én anyukámmal. És a kerékpár vagy a futás az, amiben szerepelni fogtok? Mi a kerékpárban. Azt jobban szereted? Hát igen, már futni azt nem annyira szeretek, mert akkor mindig elkezd fájni a szívem, vagy itt elkezd szúrni az oldalam. És mi ez az autómentes nap? El tudod nekem mondani, hogy mi a célja a mai kerékpározásnak? Az, hogy ne szennyezzük a környezetet. És ez ügyben még mit teszel? Hát nem tudom, hogy mit tegyünk. Szerintem ne szennyezzük a környezetünket. Sportolsz amúgy? Igen, járok úszásra. És most először vagy ezen az autómentes napon, vagy voltál már máskor is? Máskor még nem voltam, ez az első.
Az Európai Sporthét programjait 12 ország számos településén rendezik meg, külön büszkeség, hogy Barcs városa is a csatlakozók között van, és igyekeznek is, hogy ezt a hagyományt folytathassák, hogy a résztvevők hozzájárulhassanak a rendezvény nemes céljának megvalósításához, ahogy Jossi is teszi, már második esztendeje, aki ezen a napon futott és tekert is, hisz szabad idejében triatlonozik, és azt is tudja, hogy mindezzel hogy óvjuk a környezetünket. Hogy kevesebbet használjuk az autókat, ezáltal ne szennyezzük a környezetet, se a légkört, és így kevésbé következhet be a globális felmelegedés. Akkor nagyon sokat kerékpározhatsz az iskolába is esetleg, a vaját? Igen, azzal szoktam menni iskolába is. És egyedül vagy itt, vagy a szülőkkel? Egyedül. Bizonyosan kevéske mindenre egy nap egy évben, de a figyelmet rá kell irányítani arra, hogy nem lehetünk önzőek. Ezerszer elmondott unalmas mondat, de igaz, a föld nem a miénk. Örököltük, hogy átadjuk unokáinknak. Felújítási munkák kezdődtek a katolikus templomban. Szétbontják a szentélyt, kicserélik a tönkrement faelemeket, és parkettával burkolják az új felületet. Évközi 25. vasárnapi mise a Barcsi Római Katolikus templomban. Látszólag szokványos misén vettek részt a hívek, ám bizonyos tekintetben mégis nagyon különleges szertartáson, hisz ez volt az utolsó mise ebben a szentélyben. Hát egy kicsit rendhagyó volt, mert a szentmise végén a szentélyből ki kellett pakolnunk az oltárt, a székeket és egyéb kellékeket, mert holnap hétfőn megkezdődik a szentélynek a felújítása, ezért kértem a hívek segítségét, hogy ebben segítsenek. Nagyon gyorsan, ügyesen lepakoltuk a szentélyt, és hétfőn már jön a szakember és elkezdi a munkát. A szembe misézés bevezetésekor a szembeoltár beállítását megelőzően a 70-es évek elején készült a szentély átalakítása, és már a több helyütt veszélyessé vált a padlóburkolat használata. A főoltár mellett már annyira mozgott, hogy féltünk sokszor, hogy leszakad alattunk, amikor a takarítottak vagy arra jártunk, időszerű volt, hogy felújítsuk. A faanyagok cseréjét Molnár János vállalta el, aki elsőként is elbontja a tönkrement elemeket, majd következik az építés és burkolás, a miserend azonban nem változik. Tulajdonképpen nagy zavart nem okoz, mert este 6 óráig fog dolgozni a szakember, így beszéltük meg. Szentmisék most még 7 órakor kezdőnek este. Annyi, hogy a szentély elé tettük az oltárt, meg a székeket, és akkor ott fogjuk tartani a szentmisét. Hát kicsit a háttér az szokatlan lesz, ugye fölbontják a szentélynek a rossz padozatát, de majdan elkészül, akkor már szép lesz és új. A munkálatok Szemere Antal tervei alapján készülnek és várhatóan 3-4 hetet igényelnek. Az építészmérnök szerkesztőségünknek elmondta, hogy a padozatváltást funkcionálisan tökéletesen oldották meg az elődök, ám az alépítmény valószínű nagyon gyorsan és nem a legjobb, hanem inkább a legolcsóbb anyagból készült. Most azonban valódi és minőségi anyagokkal fogják teljesen újjáépíteni. A felújítás várható költsége 2.600.000 forint. Istennek legyen hála, volt egy névtelen jó szándékú adakozó, aki erre adott 1 000 000 forintot. Úgy gondoltam, hogy bácsivek mindig jó szándékkal adakoztak. Kértem őket, hogy aki teheti, az szálljon erre egy kis összeget, ki mennyit tud természetesen. Kétféle módon lehet adakozni. Kiraktuk egy persejládát, amelyre ráírtam, hogy szentély felújításra, oda is bedobhatják. Ha valaki viszont nem névtelen, hanem név szerint szeretne adakozni, hogy megörökítsük a nevét, illetve ő szeretne kapni erről bizonylatot, hogy befizette, ő a segrestjébe, vagy esetleg a plébániára is behozhatja, és akkor így is tud adakozni. A lépcsőzetes felépítmény látható része tölgyfából készül majd, svéd padló jelleggel, 22 mm-es teljes anyagvastagsággal, és csak annyi szőnyeg kerül rá, amennyit a szakralitás igényel. Ennyi fért e heti krónikánkba, lássuk még egyszer a főbb témákat röviden. Újabb óvoda újult meg Barcson, hivatalosan is átadták a Szent István utcai intézményt. Nagyatádi győzelem a 25. határfutáson, idén 150-en neveztek a futóeseményre. Imával védenék a határokat a Jerikó zarándoklat résztvevői, Barcson is többen csatlakoztak a gyalogos menethez. Elkezdődött a szentélybontása a katolikus templomban, a faelemeket és a burkolatot is cserélik majd a felújítás során.
Autómentesen telt a szombat több családban is. Idén közel 200 önkormányzat csatlakozott az autómentes nap rendezvényeihez. Nyitott épületek várták az érdeklődőket a hétvégén. A Barcsi Malomba és a volt járásbíróság épületébe is betekinthettek a látogatók. Továbbra is várjuk észrevételeiket és javaslataikat, remélhetően már megszokott elérhetőségeink valamelyikén, de mondanám is, 70-es 639-102 7-es a telefonszám, amelyen várjuk hívásaikat, de ide rövid szöveges üzenetet is írhatnak nekünk. Ha bővebben szeretnének tájékoztatni minket valamiről, akkor ajánlom elektronikus levélcímünket, amely az info@bacsmedia.hu. Kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a jövő héten is számítunk Önökre itt a képernyők előtt. Viszontlátásra!